Szűz, március, első, fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Na nézzük az üzenetet, az univerzum üzenetét. Pozitívumot nézzünk, pozitív energiákat. És hetes. Ó, milyen különleges energiával kezdünk. Levegő energia, különleges kártya. Ha többet ésszel, az észszerű megoldás. Ha okosan befektetünk, akkor nyerünk. Ez ilyen kis ravasz kártya. És jó értelemben, ha egy picikét olyan kis ravaszok leszünk, okosak leszünk, egy picikét tolvajok leszünk, akkor nagy nyeremény várhat ránk. Nagyon érdekes kezdés. A tolvajok kártyája egyébként, de itt pozitívumot nézünk, tehát itt pozitív dolgok várnak ránk. Valaki lehet, hogy pont elkerüli azt a bizonyos tolvajt, vagy ha tényleg egy tolvaj meg akart minket lopni, főleg a kard, ez virtuális világ, akkor nem sikerül neki. Tehát megakadályozzák. Érdekes kezdés. Na, menjünk tovább. Érdekes a folytatás is. A hold. Misztikus kártyát kaptunk. A hold. Egyébként márciusban lesz holdfogyatkozás, és a holdfogyatkozásnak az energiáját már itt most érezhetjük. Plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz három hónap is lehet. A holdfogyatkozásról lesznek külön videók. Nos, a hold, a titok, megtudjuk a titkot, megtudjuk, hogy ki akart minket esetleg átverni, meglopni. Ez is lehet. A hold maga a titok, a kard maga az információ, a kard maga az ész. Tehát valamit megtudunk, valamire egyedül rájöhetünk. A kard a dokumentum is például, a hold az otthonunk, a lakásunk. Lehet, hogy a kard a szerződés kötésnél lehet, hogy van ott valami, amiről nem tudunk, amit elhallgatnak, amit el akarnak tusolni, és ezt megtudjuk. Nagyon érdekes. Érdekes. Egyébként a plusz információ valakinek, hogy a terhesség is ide tartozik, és a kard az maga egészségügy. Megyünk tovább. Király, kelyhek, víz, energia, boldogság, boldogság. Nagyon gyakran ez a király lehet vagy a rák, vagy halak, vagy skorpió, tehát egy ilyen személy fontos szerepet játszhat az életünkben. Ő lehet a lelki társunk, meghallgat minket, de lehet egy orvos, egy pszichológus is például, mert a hold mutathat félelmeket, és itt megszabadulni a félelmektől. Például egy pszichológus segíthet ebben. Amikor kijön ez a kártya, azért van itt ajándék, hát március 8-a, hát mikor, ha nem most. Az ember elégedett az életével, boldog. Igen. Nos, menjünk tovább. Na, mi van itt még? Hármas, az uralkodónő. Ez föld energia, olyan, mint a ti energiátok, igen, ez nagyon jó, mert ez is ajándék. Hát mikor, ha nem most, március 8-án, az ajándék, a kényeztetés, a komfort, a finomság, a bőség, és ez is az anyasság. Kettő darab ilyen kártyánk van, kettő darab terhesség, ez plusz információ valakinek, március 8-án, új holdkor, főleg holdfogyatkozás is, hát ez megtörténhet. Ilyenkor gyakrabban megtörténik. Nos, tehát itt vannak az ajándékok. Az ember saját magát is meg tudja ajándékozni. És miért is ne? Tehát a kényeztetés. Itt valaki elutazhat egy pár napra kikapcsolódni. Például itt lehet egy
wellness szálloda. Ott a víz energia, itt a komfort, a bőség energia. Nagyon gyakran finom parfümöt szokott mutatni egy ilyen kombináció, ugye a víz energia, ugye a folyadék, és az uralkodónő maga a szépség, a finomság, a női dolgok. Megyünk tovább. Ász. És ez is kardok. Nagyon jó. Az erősek leszünk. Az ász kezdés. Valamit lehet kezdeni. Lesz lehetőség. A lehetőségek jönnek. A bolygók is úgy állnak márciusban, hogy nagyon jó valamit elkezdeni, valamibe belevágni. Nem lesz retrográd bolygónk. Ez csodálatos. És az uralkodónő is ezt üzeni. Ha valamit itt elkezdünk, akkor termékeny talajt kapunk ehhez. Megyünk tovább. Megszabadulni megint csak a félelmektől. Lezárni a vitákat. Segít például ez a kártya. Igen, az a kard, az egy erős fegyver a kezünkben. És megint információ kaphatunk erős. Tehát megerősítést kaptunk, hogy jöhet egy értékes információ. Valamit megtudhatunk. Megtudhatjuk azt a titkot. Hatos kelyhek megint. Vízenergia. Kellemes kártya. Kellemes. Nagyon. Ajándékot megint csak mutat ez a kártya. Ez a kártya, vagy ez a kártya, nagyobb ajándékot tudnak mutatni. Ez a kártya nem nagy ajándékot szokott mutatni, ilyen apróságot, egy kis virágcsokor, egy kis torta, de mégis nagyon, nagyon jól esik a lelkünknek. Tehát itt a lelkünk boldog. Lehet, hogy valaki felköszönt minket, akiről nem is gondoltuk volna, hogy felköszönt minket, felbukkan a múltból, úgymond, mert ez a kártya maga a múlt, de mégis ez kellemes lesz, hogy na, felköszöntött, na, írt nekünk egy kis üzenetet, mert a kardok, ez maga a virtuális világ például, a kard, ez maga az írás, a kommunikáció. Olyan is lehet, hogy olyan helyen leszünk, ahol valamikor voltunk, és szívesen visszatérünk erre a helyre. Ez lehet egy szálloda például, a szálloda is, ugye az is kényelem, a kényelemhez tartozik, az uralkodó nőhöz. Jó kis kártyákat kaptunk, na megyünk tovább. Negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Egy kis figyelmeztetés, na lássuk. Ó, ez viszont komoly kártya. Nagy árkánum, a torony. A váratlan, hirtelen sok. Valami történhet. Egyébként ehhez a kártyához mars energia, torony, igen, hozzátartozik. Ez figyelmeztetés. A baleset, a tűz, jó, tehát óvatosan az utakon. Jó, lehet látni, hogy a villám belecsap, jó, tehát az elektromos dolgokkal vigyázzunk, megyünk tovább. Nos, így van. A lovag, és ez föld energia, érmék, na most ez a lovag mindent megfontol. Nem kapkodja el a dolgokat, nem hiába a legelső kártyánk, maga az ész, a ravasság, jó? Mert ha elkapkodjuk a dolgokat, na akkor lejátszódhat például ez a kártya. Befektetünk, és nagyot veszítünk. Fájni fog. Na, tehát lépésről lépésre halad ez a lovag, és így kell tenni, vigyázni a pénzre, az értékeinkre, mert az érmik értékeket mutatnak. És kinek mi az érték? Valakinek a pénz, valakinek az egészség. Főleg, hogy a Plutó is most a hatos házban van. Igen, itt a szűzeknél hatos házban.
Az viszont az egészség és a betegség. Megyünk tovább. 8-as kardok, a depresszió ide tartozik például. A korlátozás ide tartozik, valami vagy valaki korlátozhat itt minket, a félelmek ide tartoznak ehhez a kártyához. Olyan is lehet, hogy valaki lehet, hogy pénzt fog kérni kölcsön a banktól. Akkor rögtön ugye oda lesz láncolva a bankhoz. Ugye? Tehát megtörténik a korlátozás. Vagy valaki függhet például a párjától, igen, anyagilag támogatja, akkor ez megint csak egy korlátozás. Megyünk tovább. Na, mi van itt? A mértéket tudni kell tartani, a mértékletesség mértéket. Költekezés, megnézni a bevételt és a kiadást, mértéket tartani az evésben, a munka és a pihenés között például, nehogy rámenjen az egészségünkre, ugye? Hoppá! Bocsánat! Mert a kard, ez a kardok 8-as, a mentális állapotunk. Mentális kimerültség felmerülhet itt. Na, mi van itt? 9-es kelyhek. Magába ez a kártya csodálatos, ez maga a boldogság. Na most ez a boldogság veszélyben van. És a kelyhek például, a kelyhek, ez lehet alkohol, mérgek, gyógyszerek, jó, ide tartoznak. Óvatosan, nem hiába kijött a mértékletesség. Mértéket kell tartani, mindent lehúzok itt magamnak. Jó, ez egy plusz információ valakinek. Megyünk tovább. Még egy 8-as tűzenergia. Tessék, az utazás például ide tartozik. És a hírek például ide tartoznak. A legelső kártyánk itt a negatívumon a torony, az erős kártya. Az a váratlan, kaphatunk egy olyan hírt, ami sokkolhat minket. Lehet, hogy ez nem is közvetlenül hozzánk tartozik, csak a világban valami történik, ami egyszerűen sokkol minket. Tehát itt van azért tűzenergia, itt van azért drive. Lehet. Vagy valakivel a környezetünkben valami történhet, és egyszerűen ez számunkra egy sok lesz, hogy úristen, ez történt vele. Ilyen is lehet, hogy... Nos, utazás még egyszer figyelmeztetésnek tökéletes, hogy vigyázzunk az utakon. Plusz, húzunk egy levelet, egy üzenetet. Na, mi van itt? Üzenet, apród, na tessék, földenergia, a ti energiátok, földenergia, az apródok mutatnak gyermeket például, pénzkiadás a gyermekekre, vagy családi pótlék lehet. Jó? Az apród, az kezdés is, tehát ha itt valamit elkezdünk, azért, mert ugye itt van kezdés, lehet látni, hogy itt van kezdés, és egyébként termékeny talajt kaptunk, viszont oda kell ezt figyelni, nem hiába itt vannak ezek a kártyák. Nem hiába itt mondtam, hogy lépésről lépésre mindent meggondolni, főleg a mi pénz. Mert tehát oda kell ezt figyelni erre a dologra. Gondozni kell lesz, gondoskodni kell lesz, odafigyelni, ápolni. Tehát úgy kell ezt bánni, mint egy gyermekkel. Jó? Tehát a gyermekek igenis nagy odafigyelést igényelnek. Gondoskodás. És ez sok idő, mire felnől egy gyermek. Hát a legnehezebb meló a világon a gyermeknevelés. Ennyi, hát annél nehezebb dolog nincs egyszerűen. Na most, hogy sikeres legyen az a dolog, az a vállalkozás, az a tanulás, bármi, oda kell ezt rá figyelni. És egyébként jöhetnek a jó ajánlatok. A jó ajánlat, az ilyen értékes, vonzó lehetőségek.
Ez a torony, ami engem egy picikét nem hagy békén. Húzok rá én még egyet. Plusz információ azért. Nézzük meg még azt a tornyot. És megint pénz. Tessék. Torony. Mellette van egy pénzes kártya. A lovag. És húztunk rá még egyet. Ez viszont a király. Az érmi királya. Megint pénzes. Jó? A pénzre, az értékeinkre inkább azt mondom, az értékeinkre vigyázzunk. Lehet, hogy valaki pénzt kér tőlünk kölcsön, nem kapjuk vissza, vagy valaki megkeres minket egy nagyon jó ajánlata, hogy fektess be, lehet, hogy nagyon fogunk veszíteni. Az értékek, az egyik értékünk, az egészségünk, vigyázzat, főleg, hogy itt a torony. Jó kis plusz információt kaptunk, megerősítést kaptunk a torony mellett, megint egy pénzes kártya jött ki. Jó, érmék, érmék, vigyázzunk az értékeinkre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!